Üdvözlök mindenkit! A társadalomban alapvetően a hét folyóbb eseményeit szoktuk áttekinteni, ma viszont egy tematikus rendszerváltás 30-10 adással készültünk, amiben a 30 évvel ezelőtti események értékelésén keresztül próbáljuk jobban megérteni a nemzeti együttműködés rendszerét. Mostani vendégeink Magyari Péter, a 444.hu újságírója. Szervusz Péter! Szervusztok! Nagy Zsófia, az ELTE társadalomtani karának a szociológusa. Szervusz Zsófi! Hello! És Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, politológus. Szervusz András! Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, hogy elváltottátok a részvételt. Tegnapi adásunkban a rendszerváltás méltatlanul elfeledett hősével, Krassó Györggyel foglalkoztunk, akinek számos nagyszerű meglátása közül szeretnék most egyet kiemelni, ami leegyszerűsítve úgy hangzik, hogy attól még, hogy bizonyos ellenzéki pártok elvonultak zárt ajtók mögött tárgyalni a kommunistákkal, majd kijöttek és közölték, hogy akkor mától demokrácia van, még egyáltalán nem lett demokrácia. Ti hogy látjátok, valóban igaza volt-e Krassónak, és ha igen, akkor melyek voltak azok a konfliktusok a rendszerváltás időszakában, melyeket sokkal erőteljesebben fel kellett volna vállalnia a rendszerváltó elitünknek ahhoz, hogy a harmadik magyar köztársaság kikiáltásával valóban megteremtsük a magyar nép önrendelkezését. És akkor elsőként Andrásnál a szó. Nem egy könnyű kérdés, de én egyébként hajlok arra, hogy a rendszerváltással kapcsolatban szerintem inkább örüljünk neki, hogy ez egy békés átmenet volt. Egy-két szomszédos országhoz képest szerintem ez visszatekintve 30 év elteltével sem egy rossz dolog, hogy ez egy tárgyalásos úton végbe ment rendszerváltás volt. És pont, hogyha valami talán még a rendszerváltás eseményeiből vagy fejleményeiből legalább két évtizedig sikeres volt, akkor az pont a demokratikus intézményrendszernek, tehát annak legalábbis a vázának a felépítése, a szabad és tisztességes választásoknak a bevezetése, a több pártrendszerre való áttérés, nyilván ehhez kapcsolódóan a Magyarország euróatlanti integrációja is egy olyan dolog, amit kiemelnék ebből az időszakból. Tehát természetesen nagyon sok probléma volt a rendszerváltással, nyilván fogunk is beszélni erről a következő percekben. Ezt inkább visszavezetném az akkori és az azt követő politikai eliteknek a teljesítményére, és nem feltétlenül arra, hogy ez kellően demokratikusan, vagy nem kellően demokratikusan ment végbe ez a rendszerváltás. Köszönöm szépen, Zsófi! Hát én rémülten tapasztalom, hogy egyetértünk, úgyhogy nem lesznek nagy viták köztünk. Én egyébként nagyon örültem tegnap ennek a Krassó Györgyös műsorotoknak, nekem a gyerekkoromnak a nagy ikonja, és én az egyetemen tanítom is az ő életútját, és szerintem nagyon sok válteszi kijelentése volt, és ez pont nem az. Tehát, hogy az ilyen sommás kijelentések mögött ugye azért érdemes megnézni, hogy mi az empíria. Itt azért a rendszerváltásban nem igaz egyébként, hogy ne aktivizálódtak volna magyarok, ugye elég mondjuk a március 15-i tüntetésekre gondolni, romániai falu rombolás elleni tüntetésre gondolni, ezt százezerek vettek részre a Nagy Imrének az újra temetésében, 4 millió ember szavazott a négy igenes népszavazáson, 5 millió ember ment el 90-ben választani, szóval ugye egy kicsit azért árnyaltabb a kép. Az lehet, hogy a fiatalabbak nem tudják, hogy mire utalítta Krassó György egészen pontosan, ugye az egyik ilyen lehetséges megoldás ez a nemzeti kerekasztal tárgyalások. A másik, amire szoktak hivatkozni, ez az úgynevezett MDF-SDS paktum. Na most így a régióban háromféle modell volt, hogy ezt az átmenetet hogy kell levezetni. A románok, bolgárok ilyen alkotmányozó nemzetgyűlést használtak, a magyarok meg a lengyelek ezt a tárgyalásos formát, és akkor ugye a csehek meg szlovákok ugye ilyen különös helyzetben voltak, hogy nekik előbb ketté kellett válniuk ahhoz, hogy ez a folyamat végbe menjen. Szerintem mindegyik megoldás mellett lehet érvelni, tehát egyiknek sincsen morális felsőbbrendűsége, ha úgy tetszik, de egyébként, ha a mélyébe belemegyünk, voltak problémák a kerekasztal tárgyalásokkal, ugye egyrészt kicsit kisebb legitimációval indultak, tehát ők az átmenetnek a folyamatának a letárgyalására kaptak tulajdonképpen mandátumot, és ez folyamatosan változott a végig, és szerintem az se baj, hogy a végén, ugye mint ismert ugye az SZDSZ és a Fidesz, úgyhogy lehetővé tette a többieknek, tehát nem vétózta a megállapodást, de elindította a népszavazási petíciót, tehát egyébként beemelte ezt a részvételi elemet, és igen, a nyilvánosságával is volt baj a nemzeti kerekasztal tárgyalásoknak, ugye jelen időben, akkor valós időben az MSZMP akadályozta a nyilvánosságát, és később ugye
az ECA jegyzőkönyveknek a nyilvánosságra hozzását meg nagyon sokáig a jobb oldal. Tehát, hogy vannak ebben részigazságok, de összességében szerintem ez egy inkább kevésbé sikerült állítása a Krassónak. Köszönöm szépen. Péter? Teljesen egyetértve az előttem szólókkal, annyit tennék még hozzá, hogy azok a keretek, amiket nagyjából ezek a tárgyalások kialakítottak, választójogi rendszer, gyülekezési törvény, egy csomó olyan közjogi felállás, ami később érvényessé vált, azok egy tök normális demokráciának a keretei lettek, tehát nem lehet azt mondani, hogy valami olyanra jutottak, ami ne egy demokratikus átmenet új intézményrendszerének a kereteit jelölte volna ki, és ilyen értelme ezek igenis és sikeres tárgyalások voltak. Túl azokon a problémákon, amikről már az előbb volt szó, amikben nyilván bele lehet kötni. A Krassónak másik nagy problémája az említetteken kívül az volt, hogy kopogtató cédulás rendszerben lehetett elindulni a választáson, ő meg erre nem volt hajlandó a Magyar Október párttal, úgy érezte, hogy ez sérti a közvetlen demokrácia eszméjét. Ezen nyilván lehet vitatkozni, de az, hogy demokratikus-e egy kopogtató cédulás rendszer, az szerintem nem kérdés. És ilyen értelemben azok a keretek, amiket akkor felállítottak, azok igenis és nagyban segítették a demokratikus átmenetet. Akkor abban még szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy Krassónak a másik állítása az volt, hogy az első választáson igazából kettő listának kellett volna lennie, egyiknek, amelyen a pártállami szereplők szerepelnek, másikon pedig mindenki más, hogy először azt lehessen lejátszani, hogy akkor igazából milyen utat szeretne folytatni a magyar társadalom, és aztán, hogyha eldőlt ez a kérdés, hogyha valóban leváltották a régi elitet, akkor utána megjelenhetek a különböző árnyalatai a politikai palettának. Lett-e volna lehetőség szerintetek egy ennyire radikális választási helyzetet előállítani akkor 89-90-ben? Volt-e megalapozottsága a Krassó akkori követelésre? Mit gondoltok erről, Péter? Szerintem erre 1990 tavaszára már nem lett volna esély. Persze ennek az is oka, hogy eleve úgy készültek a pártok, hogy egymás ellen indulnak. Tehát addigra már rettenetesen megromlott a viszony az ellenzék különböző oldalai között, ami egyébként szerintem egy sokkal demokratikusabb játékteret feltételez, mint egy népfront politika. Voltak országok, ahol egyébként ez a népfront rendszerrel próbálkoztak, Lengyelországban, ahol először voltak szabad választások a vasfüggöny innenső oldalán, nem is bírta sokáig a dolog. Tehát nagyon hamar szétesett a szolidaritás egy csomó kisebb pártra. Romániában is volt valami ilyesmi próbálkozás, ott is nagyon hamar szétesett a nagy blokk. Szerintem valójában egy érettebb demokrácia az nem népfront politikát követel meg. Szerintem nem volt egyáltalán ördögtől való, sőt, egy kifejezetten hasznos felvetés volt, hogy rögtön egy versengő demokrácia induljon el Magyarországon. Köszönöm. András? Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag naív elképzelés volt. Már csak azért is, mert ha végig gondoljuk, hogy hogyan nézett ki a rendszerváltás folyamata, akkor azért már 87-88 környékén lehetett látni, hogy nem egy egységes, akár értelmiségi elitről beszélhetünk, akik ugye elkezdtek szervezkedni, hanem már akkor nagyon jól kijöttek az MDFS, illetve a később SZDSZ-é váló elitek közötti különbségek, és természetesen még az újonnan létrejövő pártok mellett a történelmi pártok, az újjáéledő történelmi pártok felbukkanása, és hát ugye a Fidesznek a megjelenése is azért árnyalta ezt a képet. Én azt gondolom, hogy már 89-ben egészen biztosan nem merülhetett föl lehetséges alternatívaként az, hogy ők együtt fussanak neki a választásnak. Annál sokkal nagyobb volt az eltérés már az ellenzéken belül is. És a rivalizálás is természetesen. Köszönöm szépen. Zsófi? Igen, hát van egy nagyon rövid kegyelmi pillanat, amikor pont a tárgyalásoknak az elején, amikor ugye összehozza az ellenzéket egy oldalára az asztalnak az állampárttal való szembenállás, de ez a
konszenzusos pillanat, ez tényleg pillanatok alatt elmúlt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon rövid időszak volt. Ugye mind a két fél, amíg ez a két félként értelmezhető volt, ugye attól tartott az a motivációja, hogy a másik oldal túlnyeri magát a választásokon. Ugye ez adta a tárgyalásoknak a sajátos dinamikáját. Hát ez 89 őszén, ez most már azért sokkal jelentősebben csökkentek ezek az aggodalmak, mondjuk az ellenpárttal kapcsolatban, tehát szerintem se volt ennek realitása. Ehhez kapcsolatban ugye számtalan vita és értelmezés zajlott a nyilvánosságban az elmúlt 30 évben a békés átmenet értelmezésével kapcsolatban. Ugye nem véletlen, hogy politikai hovatartozástól és világnézettől függően egyesek rendszerváltás, mások rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás fogalmát használják, hogy a többiről most ne is ejtsünk szót az akkori események leírására. Ti mit gondoltok a rendszerváltást követő társadalmi csalódottság és a nyakunkba szakadt demokráciából való kiábrándulás okozza azt, hogy egyszerűen a 89-es események nem váltak a magyar demokrácia meghatározó ünnepévé, vagy Antal József kis elcsépelt szavaival élve azért nem érzi igazán magáinak a magyar társadalom 89-et, mert nem tetszettünk forradalmat csinálni. Zsófi. Szerintem egyébként az Andrásiknak biztos vannak, vagy az Andrásnak biztos vannak pontos adatai itt a rendszerváltásnak a megítéléséről. Nekem van olyan emlékem, hogy az szintén az ő kutatásaikból derül ki, hogy egyébként a rendszerváltás megítélése korábbi kutatások, hogy számottevően nem romlott az idővel. Itt azért alapvetően, vagy nagyon leegyszerűsítve, hogy két megközelítés létezik. Ugye az egyik egy ilyen keresleti, amit egy kicsit te is mondasz, ez nagyon, nagyon ismert történelmileg a magyar közbeszédben, hogy hát itt valami baj van a választókkal, ezek megutálták a demokráciát, hogy meg Kádár népe vagyunk, meg az Orbán népe vagyunk, és hát hogy tulajdonképpen ez vezetett volna a harmadik köztársaságnak a bukásához. És ezzel szerintem több probléma is van. Az egyik, nagyon csúnya ez a szó, de hogy a magyar társadalom az értékplurális társadalom, tehát bizonyos dolgokban nagyon toleráns, másokban meg kevésbé. Bizonyos dolgokat elvet a rendszerváltásból, vagy kevésbé támogat, bizonyos dolgokat meg inkább támogat. Na, a másik probléma ezzel a megközelítéssel szerintem az, hogy összemos két kérdést. Az egyik kérdés ez valóban az, hogy mondjuk mi vezetett a harmadik köztársaságnak a bukásához és az Orbán kormánynak a győzelméhez, de van egy másik kérdés is, hogy miért maradt fenn az Orbán rezsim ugye hosszú távon. Ez két különböző kérdés, és szerintem ez azért fontos, bocsánat így analitikusan, mert szerintem nem fogunk tudni találni egy magyarázó változót ennek a folyamatnak a leírására, hanem ez inkább egy spirálként képzelhető el. És az az igazság, hogy szerintem a spirálnak az elején inkább egy kínálati probléma van, tehát nem a választók, hanem a mainstream pártoknak a válsága a 2000-es éveknek a közepén, ami egy ilyen fontos kiindulás, és akkor még beszéltünk, persze egy csomó konstrukciós hiba volt a rendszerváltásban, de én nem gondolom alapvetően, hogy ennyire drámai megítélése a rendszerváltásnak vezetett volna oda, ahol most vagyunk. Ha egyébként csak egy ilyen drámai hibát szeretnél kiemelni, konstrukciós hibát, hogy te fogalmaztál, bocsánat, akkor melyik lenne az? Például a választójogi törvény, az eredeti, tehát a... Két mondd el a nézőinknek, hogy miért az? Igen, hogyha nem egyértelmű mindenkinek, ugye itt mondjuk az arányos és a többségi között, az eredeti törvény is inkább a többségi típusú választójogi törvény volt, ami alapvetően a győztest premizálja, a győztest jutalmazza. De ez így önmagában megint nem egy jog, hanem ez sok-sok dologgal kombinálva egy ilyen elég toxikus elegyet alkotott. Köszönöm szépen. És akkor hallgassuk meg, hogy milyen adatok állnak a rendelkezésünk rendszerváltozással kapcsolatban, úgyhogy tessék, András. Igen, éppen tegnap jöttünk ugye elő a rendszerváltás 30 kutatásunkkal, amelyben igyekeztünk azt is megnézni persze, hogy 3 évtized után magáról a Kádár rendszerről mi volt a vélemény, és milyen erősségű a kádári nosztalgia, és hogy milyen tényezőkre vezethető vissza. De arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyek azok az elvárások, amelyek viszont teljesültek, vagy nem teljesültek a rendszerváltással kapcsolatban. És szerintem itt érdemes kiemelni azt, hogy amire egyébként, amikor tegnap bemutattuk, akkor az egyik vendégünk, Szabó Andrea fel is hívta a figyelmet, hogy a 90-es évek elején végzett kutatások drámaian hasonló dolgokat mutattak arról, hogy mit tartottak már akkor is, tehát mondjuk 90-es évek elején a Kádár rendszerről pozitívumnak, és mit tartottak akkoriban is negatívumnak, és gyakorlatilag mi ezt replikáltuk 30 évvel később. Tehát az látszik, hogy a jóléti kiábrándultság 90-et követően az nagyon gyorsan megjelent. Az tényleg 91-92-es felmérésekben már jött,
Már akkor ez nyilvánvalóan felhajtó ereje is volt aztán az 1994-es választásoknak, de ami egészen biztos, hogy 1990 után, és erre akartam az elején célozni, amikor a politikai elit teljesítményéről akartam beszélni, az egészen biztos, hogy azt a fajta kiszámítható egyéni gyarapodási lehetőséget, amit a Kádár rendszer még most 30 év után is úgy tűnik, hogy sokak fejében úgy él, hogy megadott az emberek többségének, ez egyik pillanatról a másikra megszűnt, és ami nyilván itt Bot Péter Ákosék elmondták pont a Partizánban hétfőn, hogy milyen kötött pályán mozogtak, de persze azt is, hogy mennyire az akkori liberális gazdaságpolitikai korszellemnek a hatása alatt álltak, és nem is nagyon merült fel más alternatíva, nem is nagyon merült fel egy szociálisan érzékenyebb átmenetnek a levezénylésének a lehetősége az MDF részéről. Szóval sok tényező felmerül itt a 90-es évek elején, de én mégiscsak azt mondanám, hogy a mai napig a kádári nosztalgiát elsősorban a jóléti szociális dimenzióban történő elégedetlenség hajtja. A tegnap bemutatott adataink is azt mutatják, hogy egyenesen a magyar társadalomnak az abszolút többsége, tehát több mint 50%-a gondolja azt, hogy a többség jobban élt. Nem, hogy ők maguk személyesen jobban éltek, mert abban már sokkal rosszabbak a számok, vagy hogy a saját családjuk jobban élt, vagy rosszabbul élt, ott már sokkal rosszabbak a számok, de van egy olyan percepció az előző rezsimmel szemben, hogy az adott egy olyan stabilitást jóléti szempontból, ami utána a rendszerváltás után teljes mértékben eltűnt. Egyetértek a Zsófiával abban, hogy nagyon sok minden más is hozzájárult ahhoz, hogy alá legyen aknázva a demokratikus Magyarország intézményrendszere 2010-re, de az, hogy ez a jóléti rendszerváltás, amit egyébként az MSZP megpróbált megígérni egyszer, aztán persze tudjuk, hogy mennyire sikerült ezt végrehajtani. Tehát ez a fajta ígéret, az szerintem egy reális elvárásra alapult, és ezt a rendszerváltás óta 30 év alatt senkinek nem sikerült beváltania. Csak egy utolsó mondatot mondanék, mert nem csak a 30 évről csináltunk mostanában kutatást, hanem az orbáni 10 évről. És az orbáni 10 évvel kapcsolatban ugyanezeknek a kritikai pontoknak a továbbélését látjuk. Sőt, ha lehet azt mondani, akkor a válaszadók általában arra igyekeznek rámutatni, hogy az elmúlt 10 évben ezen a téren, tehát szociális egyenlőtlenségek terén, a munkavállalóknak a kiszolgáltatottsága terén, hadd ne soroljam, ezeken a alapvetően egyébként baloldali jellegű területeken az Orbán kormány track rekordja meg talán még rosszabb, mint az előző 20 évé. Tehát itt már egy 30 éves elmaradásról beszélhetünk. Köszönöm szépen, András. Péter? A kérdésben elhangzott a kiábrándulás szó. Kiábrándultunk a nyakunkba érkezett demokráciától. Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy itt történt egy kiábrándulás. Ez azt kellene, hogy lássunk 1990-ben készült jó felméréseket, amiket én most nem találtam a neten erre a beszélgetésre készülve, de egyáltalán vagyok biztos, mert ha csak azt nézzük, hogy hány százalékos volt a részvétel az első szabad választáson, hogy itt történt egy elmozdulás a társadalom hangulatában, abban, hogy milyen viszonyban van a demokrácia, vagy egészen pontosan nem is az elvi demokrácia, hanem annak gyakorlati megjelenése, tehát a versenyen alapuló piacgazdaság, a versenyen alapuló politikai rendszer iránt, hogy azt mondjuk így nagyon szerettük akkor, és aztán csalódott benne a társadalom. Szerintem akkor sem volt ennek olyan nagyon erős átütő támogatottsága, illetve nem volt sokkal erősebb támogatottsága, mint most. Mondanék még egy szempontot, ami árnyalja azt, hogy hú, de elrontottuk, mert lám mi lett belőle. Ha megnézzük a környező országokat, hát ott sem az lett, hogy a akkori polgári demokrácia intézményrendszere nagyon stabilizálódott volna. Ha megnézzük Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, milyen pártok vannak kormányon éppen, milyen pártoknak a legnagyobb a támogatottsága, ezek mind olyan pártok, amik egy csomó mindenben tök hasonlót mondanak a magyarországi kormánnyal arról, hogy mi a véleményük erről az egész versengő világról. Tehát nem azt gondolnám, hogy
itthon a rendszerváltás pillanatában valamit annyira elrontottunk volna, hogy mi annyira másik úton mennénk, mint ezek az országok a közvélemény hangulatában. Az, hogy az Orbán kormány stabilabb és erősebb tud lenni, mint ezek a más országoknak, mondjuk, hogy a liberális demokráciát tagadó kormányzati tényezői, annak szerintem teljesen más oka van. Erre majd egy következő kérdésnél szívesen kitérek, most nem akarom szétbeszélni az egészet. A másik, és egy harmadik probléma, hogy amiről itt már szó volt, és amiről András elég sokat beszélt, hogy az a gazdasági sok, ami érte a társadalmat a rendszerváltás után, az nyilván nagyon-nagyon erősen árnyalta az egész új világ megítélését, és az mindig megtörténik, hogyha van egy évtizedekig tartó konszolidált rendszer, Ferenc Jóska, Kádár János, akár a Horthy korszak vége, azután nosztalgiával néz vissza a társadalom, aminek egyszerűen a fő oka az, hogy nem volt vérzivatar. Miközben az elmúlt 100 évben az rendszeresen volt, és nem csak, hogy vérzivatar volt, hanem az, hogy a lakosság egy jelentős részét kifosztották. Ha már van 20-25 év nyugi ebben az országban, komolyabb erőszak nélkül, akkor az utólag már aranykornak tűnik. Zsófi, úgy látom, hogy akartál esetleg erre reagálni. Több minden eszembe jutott, de lehet, hogy akkor én is egy másik kérdésnél válaszolok erre, de hogy hát igen, ezt a gazdasági sok problémát is lehet még cizellálni aztán. És akkor egy záró kérdés még az Andráshoz, mert a Péter azt említette, hogy nem lehet találni nagyon olyan adatot, ami alapján lehetne fölmérni azt, hogy pontosan hogyan is gondolkodtak ezekről a kérdésekről 90-ben a választópolgárok. Van-e esetleg erről bármilyen tudásunk, amit be lehetne idézni? Zsófi, tessék! Közszolgálati bejelentéssel tartozom, hogy hát emlékem szerint valószínűleg ugye tavaly az évfordulóra Mink Andrásnak egy ilyen hatalmas rendszerváltás forrásgyűjteménye jelent meg, amivel terrorizálom is a hallgatóimat, egy ilyen hatalmas, ilyen 600 oldalas gyűjtemény, és a végén vannak korabeli közvéleménykutatásokból adatok, amiket természetesen nem tudok fejből idézni, de nagyon relevánsak ebből a szempontból, ugye, hogy ott már látjuk azt is, hogy a 80-as években bizonyos területeknek, meg szakpolitikáknak a megítélése az hogyan romlik, és látjuk azt is, aztán később azt is, hogy a különböző érintettei a rendszerváltásnak, azok melyik dimenziót tartják fontosnak, gazdasági, politikai, vagy a teljes átalakulást. András? Amit még hozzá szerettem volna tenni, nem is feltétlenül a régi forrásokhoz, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy a 90-es évek a demokrácia minősége szempontjából egyébként utólag, tehát most nézve elkezdett fejlődni. Tehát pont a tegnapi tanulmányunk, amit ugye Laki Gergellyel közösen jegyzünk, abban azt mutattuk ki, hogy az első 3 szabadon választott kormány igazából az, ami demokrácia szempontjából most utólag visszatekintve a magyarok szerint még viszonylag egy jó korszaknak számít. Tehát amikor elkezdjük ekézni a 90-es éveknek azt, hogy ez most a demokratikus átmenet mennyire sikerült, mennyire nem, akkor az látszik, hogy ami utána jött, az a demokrácia minősége szempontjából egyébként az emberek szemében egy még rosszabb időszak volt. Ahhoz képest az Antal kormánykorszaka, a Horn éra, de akár az első Orbán kormány, és ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy jobboldali szavazók körében pedig elkezdődött egy elég kemény nosztalgia az első Orbán kormány és az Antal kormány iránt. Nyilván azért, mert ők is érzékelik, hogy ami az elmúlt években Magyarországon zajlott, az a demokrácia szempontjából azért még egy jobboldali szavazó számára sem kerülhet a legszebb lapokra. Úgyhogy összességében tehát csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy lehet, hogy sok szempontból lehet kritizálni a 90-es éveket, meg kell is, de pont a demokrácia működése szempontjából ahhoz képest, hogy mi következett mondjuk a 2006 utáni Magyarországon, és főleg a 2010 utáni Magyarországon, ahhoz képest ez még egy viszonylag jó időszaknak számít, és az emberek ezt most így is gondolják. Ugye abban nagyon sok elemzés egyetért,
hogy a 89-es rendszerváltás mulasztási, vagy a Zsófi fogalmazott konstrukciós hibái egyértelműen hozzájárultak ahhoz, hogy 2010 után Orbán Viktor felépítésen egy a nyugati demokráciákhoz legfeljebb hunyorítva hasonlító sajátos politikai rendszert. Mit gondoltok, melyek azok a kulcsmozzanatai a rendszerváltásnak, amelyikor megspórolták azoknak az intézményi fékeknek az érdemi megalkotását, melyek megakadályozhatták volna a nemzeti együttműködés rendszerének kiépülését, illetve mit kellett volna tenni a rendszerváltó elitnek ahhoz, hogy a magyarok demokráciáról való gondolkodása nem erüljön ki abban, hogy megelékedünk azzal a lehetőséggel, hogy 4 évente az urnák elé járulhatunk. Tehát itt inkább a választópolgárok demokráciához való viszonyát kell kritizálnunk, vagy pedig arról is szó van, hogy a rendszerváltó elit tudatosan kirekesztette a társadalmat az ilyen önrendelkezési folyamatokban történő részvételből. És akkor elsőként most Péternél a szó. Én nem gondolom azt, hogy a 90-es konstrukció hibái vezettek volna 2010-hez. Én nem tudok azonosítani egy-két olyan keretbeli, törvénybeli, közjogi dolgot, ami alapvetően ide vezetett volna. Azt szerintem egy elég jó konstrukció volt. Voltak benne hibák, vagy lehetett volna benne olyat találni, amit lehetett volna igazságosabban csinálni, de alapvetően az nem volt egy rossz dolog. Azóta az teljesen átalakult, akár attól kezdve, hogy az önkormányzatok ereje mennyit csökkent a 90-es felálláshoz képest. Már egyébként a 94-es ciklustól kezdve, csak ez aztán még jobban bedurvult az utóbbi években. Akár a választójogi törvény rettenetes lerontásáig, ami történt 2011-ben. Itt a keretek folyamatos tönkretételéről van szó, és nem arról, hogy az alapok annyira nagyon rosszak lettek volna. És akkor itt hoznám be azt a szerintem nagyon fontos szempontot, ami hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon ennyire el tudott távolodni a mostani rendszer a 90-es évek alapjaihoz. Magyarországon az a különleges helyzet történt, ami például a V4 ország, többi országában teljesen másképpen ment, hogy a politika sokkal erősebb maradt a gazdasági rendszer alakításában, mint mondjuk Csehországban vagy Szlovákiában. Abban a két országban alapvetően a nagyon gazdag üzletemberek tulajdonképpen erősebbek, mint a politikusok. És sokkal inkább a nagyon gazdag üzletemberek sakkoznak a politikusokkal, mint sem a politikusok sakkoznak a gazdasági elittel. Magyarországon a privatizáció az úgy történt, hogy nagyon kevés esetben jutott elképesztően nagy vagyon egy-egy üzleti körhöz, egy-egy szereplőhöz. Az állam megtartotta azt a szerepét, hogy ő oszt, rajta keresztül lehet elérni sikereket, és ez alapvetően meghatározta azt, hogy megéri a politikán keresztül irányítani az országot, mert az a legnagyobb hatalom. És ez nagyon jól látszódott az Orbán kormány rögtön az elejétől, a 2010-től a küzdelmeiben, hogy ezt erősíteni próbálja minél inkább ezt a felállást, és most már radikálisan megerősítette, ebben nagyon segített nekik egyébként az EU-s pénzek elosztásának lehetősége is, és egy csomó minden más is, és pontosan ezért nem lehet elengedni Magyarországon a politikai hatalmat, mert a politikai hatalom a záloga a gazdasági hatalomnak is. És ettől sokkal fontosabb lett a ragaszkodás a politikai hatalomhoz, mint a környékbeli országokban, ahol valóban, tehát Magyarországon szerintem nincsenek oligarchák, ha a klasszikus definíciót nézzük, mert nem a gazdasági elit játszik a politikusokkal. Szlovákiában és Csehországban pont fordított a helyzet. Tehát szerintem ez volt a kulcstényező, ami ennyire arra a csábításra vitte a mostani hatalmi elitet, hogy meggyengítse a demokratikus intézményrendszereket, mert az ország uralma így tudott összpontosítani a politikai kézben.
Két kérdés, engedj meg egy ami tisztázó kérdés, hogy szerinted miért alakult ez így ki? Tehát, hogy miért van egy ilyen sajátosan magyar jelenség szemben a környező országokkal? Mivel magyarázod azt, hogy nálunk így alakult ki a gazdasági elitnek a helyzete? Két okból szerintem. Egyrészt a kettő ok a privatizációból indul ki. Az egyik az, hogy itt elkezdődött ez a spontán privatizáció, amit tulajdonképpen organikusan folytatott az Antal kormány, ami azt jelentette, hogy nagyon sokszor az a technokrata, mondjuk azt, hogy menedzser, elit, aki egyébként a szocialista rendszer végnapjainak az üzleti elitje volt, az egyszerűen átvette a meglévő üzleteket, és ez valójában sok kicsi, persze egy átlagember számára nagy, de mondjuk akár európai léptékben is sok kicsi tulajdonost okozott. A másik ehhez hasonló probléma, vagy nem probléma, mert egyébként ez nem, szerintem ez egyébként nem egy ördögtől való koncepció volt egyáltalán, sőt, én nem vágyom arra, hogy oligarchisztikusabb rendszer legyen Magyarországon. Tehát a másik oka ennek az volt, hogy a 94-ben, amikor elkezdődött a igazán értékes dolgok privatizációja, energetika, közművek, bankok, telekom, tévé, csatornák, stb., akkor pedig az akkori kormányzat inkább a külföldi vevőket preferálta. És nem Magyarországon alakult ki ez a centralizált gazdasági erőtér. És akkor összefoglalom, bocs, mert ez a második kérdésem, akkor a te állításod az, hogy szemben a közkeletű vélekedésekkel nem az intézményrendszer, nem a kulturális attitűdök, hanem kifejezetten a rendszerváltás gazdasági, tehát a kapitalizmusra történő átmenet az, amiben gyökeresztethető az összes politikai deficite a mostani rendszerünknek. Ha nem is az összes, de én ezt tartom a fő oknak. Köszönöm szépen. Zsófi. Az intézményrendszer az a hibáival együtt az szívós volt, de azért az se biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt az elképzelés az egy picit más volt, ez ugye technikailag egy alkotmánymódosítás volt, hogy itt azért volt egy ígéret arra, hogy lesz egy alkotmányozási folyamat, egy új alkotmány. A dolognak azért a legitimációja az nem volt nagyon erőteljes, szerintem jó lett volna, és ez már nem a rendszerváltásnak az időszaka, hanem például amikor ugye 94-98 között volt egy erőfeszítés, hogy legyen alkotmányozási folyamat. Jó lett volna egy olyan alkotmány, amit mondjuk minden politikai szereplő a magáinak érez. Ez a harmadik köztársaságnak erre az ilyen átmeneti alkotmányára, ez nem igaz, ez senki nem érezte tulajdonképpen a politikai szereplők közül, tényleg nagyon kevés embert, vagy kis csoportokat kivéve, igazán a magáinak. És akkor van egy másik ilyen legitimációs probléma, hogy visszatérjek itt a gazdasági soknak a kérdésére. Most lesz szerintem egy-másfél hónap múlva, hogy a demokratikus ellenzék egy másik alakja, 20 éve halt meg Petri György, és a Petrinek van ez a szép, de szerintem kicsit igazságtalan mondata, hogy mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort. Szerintem annyiban igazságtalan, hogy hát azért az elszegényedés az egy örökség is volt, ugye az előző rendszer eladósításának az öröksége is. De az kétségtelen igaz, hogy van egy ilyen igazságossági vagy méltányossági deficit már a 90-es években is, ami arra vonatkozik, hogy nem csak azt jelenti, hogy mélyül a szegénység, mert az is baj. Nem csak az a baj, hogy mondjuk az új meg az öröklött szegénység egymásra rakódik, mert az is baj, hanem hogy alapvetően megváltozik, hogy kik azok, akik szegények, és hogy stigmatizált csoportok szegényekké válnak, és nincsenek olyan politikai erők, akiknek mondjuk megint maroknyi kisebbségtől eltekintve, nincsenek olyan politikai erők, akiknek érdekükben állna a legelesettebbeknek, a legsérülékenyebbeknek, a legrászorultabbaknak a védelme. Tehát szerintem ez egy nagyon, tényleg nagyon súlyos árat fizet azért Magyarország, hogy mondjuk egy nedves kontinentális éghajlaton, ugye a lakni nem emberi jog például, vagy hogy megint ugye 90-re visszamegyünk, ugye a rendszerváltás oktatás politikája, a szabad iskolaválasztás, ez például ugye szegregációba taszítja a leszakadó diákokat. Tehát szerintem ez egy nagyon súlyos felelősség, és ezért nagyon nagy árat fizet Magyarország, és akkor most már Krassót kritizáltam, azért például a Krassóék programja most bármilyen avantgárd módon, meg különös módon jelent meg például ez a kisemmizetteknek a képviselete, ez egy tiszteletre méltó álláspont volt egyébként. Köszönöm szépen, András!
Én teljesen egyetértek a Péterrel abban, hogy nem az intézményi struktúra, vagy annak a gyengessége, vagy annak a strukturális hibái okozták a 2010 utáni változásokat. Én azt gondolom, hogy ebből az intézményi rendszerből egyszerűen a választási rendszer csak lehetővé tette azt, hogy valaki nagyot nyerjen. De hát valaki nagyot nyert már 94-ben is, mégsem következett belőle az, mint ami 2010 után. Tehát összességében ez egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy Magyarországon egy ilyen autoriter kísérlet kezdődik majd el 2010 után. Ez a akkor hivatalba lépett kormánynak a felelőssége, hogy ők ilyen irányba indították el az országot. Ez az már egy másik kérdés, hogy a társadalom az mekkora ellenállással viseltetett azok iránt, az intézkedések iránt, amiket az Orbán kormány bevezetett, és azt azért jól látjuk, hogy a demokratikus intézményrendszeren esett csorbák miatt azért nem vonultak olyan nagyon sokszor, nagyon sokan az utcákra. Most, amikor megkérdeztük, hogy az elmúlt 10 évből mik a legnagyobb problémák, melyek a legnagyobb kudarcok, melyek az orbáni kormányzás leggyengébb pontjai, akkor a demokrácia kérdés a 10. helyen szerepelt. Nyilván egészségügy első, ahogy mondtam, mindenféle szociális ügyek jönnek ezt követően, de még a klímaváltozás, ami ugye berakétázott a köztudatba az utolsó 1-2 évbe, és a klímaváltozással kapcsolatos kormányzati hozzáállás, az most már egy komolyabb problémaként merül föl, amikor egymáshoz kellett viszonyítani, hogy mik az Orbán kormánynak a legnagyobb problémái, mint mondjuk a demokrácia kérdése. Hogyha egy tényezőt azért mondhatok, egy nagyon negatív trendet, ami szerintem az utóbbi években még tovább erősödött, de a 2000-es években már nagyon elharapozódott, ez a polarizáció az országban. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert ezt tette, ez a szekértáborosodás, ez a polarizáció tette elfogadhatóvá a társadalom nagyon nagy része számára, hogy a legfőbb cél az legyen, hogy csak a másik ne kerüljön a hatalomra. És innentől kezdve bármi, amit a saját pártomhoz tartozó politikusok csinálnak, azt megbocsáthatom. Így lesz egy megideologizált dolog például a 2010 utáni korrupciós eseményekből, hiszen ez nem más, mint a gazdasági nacionalizmusnak a kiteljesedése, végre magyar nemzeti tőkések lesznek. Ugyanígy 2010 előtt mindent meg lehetett bocsájtani, akár az SZDSZ is Pető Ivánék beszélgetéséből hallhattuk kedden. Mindent meg lehetett bocsájtani a koalíciós kormányzás intézkedései közül, akár a 94-98, akár a 2002 utáni időszakból, mert csak Orbán Viktor vissza ne jöjjön típusú érv, az ugye sokkal erősebb volt, mint bármi. És innentől kezdve azt hiszem, hogy mind a két oldal egy nagyon komoly lejtőn indult el, mert innentől kezdve bárfér. És a saját szavazók ezt el is fogadják, sőt, akár támogatják is. Ugye a rendszerváltás időszakában az egyik legfontosabb politikai törésvonalat a magyar társadalomban az állampárthoz való viszonyulás jelentette. Most 30 évvel később a magyar társadalmat ismét az uralkodó politikai elitünkre való gondolkodás szakítja ketté. Nagyobban erről beszélt András is. Számos kutatás bizonyítja, hogy a magyarok politikai gondolkodásában a párthovatartozás szinte az összes szociodemográfiai különbséget felülírja. Véletlenül sem szeretnék párhuzamot vonni a mai és a 30 évvel ezelőtti politikai helyzet között, de abban talán ti is egyetértitek, hogy ahogyan akkoriban, úgy most is egy lényegében végtelen állami erőforrásra rendelkező állampárt áll szemben, egy számos konfliktussal terhelt, széttörezett ellenzékkel szemben. Ti hogy látjátok, mit kellene tenni ahhoz a jelenlegi ellenzéknek, hogy az Orbán rezsim egyszer biztosan bekövetkező bukás, akkor az ellenzék ne essen bele ugye azokba a hibákba, amiket a rendszerváltó ellenzéknek nem sikerült elkerülnie 89-ben. Tehát úgy is kérdezhetném, vagy úgy is föltehetném a kérdést, hogy szerintetek minek kell lennie az ellenzéki minimumnak az Orbán utáni világban? És akkor elsőként Zsófinál a szó. Hát én szeretek párhuzamokat vonni, úgyhogy én vonok párhuzamokat. Szerintem vannak érdemi különbségek, meg hasonlóságok. Mondjuk egy érdemi különbség, ha visszamegyünk az első kérdésedhez, az az, hogy egyébként politikai értelemben, már 89 környékén, ugye a Káderék sokkal gyengébbek voltak, mint az Orbánék most többek között. Éppen ezért nem volt szükség tömegmegmozdulásokra az ő elmozdításukhoz, vagy nyomásgyakorláshoz, hogy a rendszer bomlott maga. Nekem nincsen olyan benyomásom most, hogy az Orbán rendszer olyan nagyon bomlóban lenne, szóval szerintem ez egy fontos különbség. És mondjuk egy hasonlóság, amit már itt többször emlegettem, annak a jelentősége, hogy a rendszerváltásnak bizonyos pontjain azért a rendszerváltó pártok
egy konszenzus kényszerbe voltak beletolva, tehát kénytelenek voltak bizonyos dolgokban konszenzusra jutni, és szerintem ilyen konszenzus kényszer az most is van, tehát nem akarok az ellenzéki pártoknak semmit javasolni, de mondjuk a választóknak tudom azt javasolni, hogy éreztessék ezt a típusú konszenzus igényt a maguk részéről minden esetre. És akkor hát értelemszerűen persze egy csomó más tanulság is van. Az egyik ilyen tanulság, szerintem a rendszerváltásnak az elhibázottsága szerintem a nagy tanulság, hanem az elsősorban inkább, hogy aztán azt a közösen megalkotandó akár új közjogi rendszert, vagy keretrendszert, azt viszont valóban nem lehet a másik félnek a kizárásával létrehozni, vagy azzal a céllal létrehozni, hogy a másik felet megsemmisítse, vagy pedig a győztes felet örökre a hatalomba betonozza, mert hogy hát ez iszonyatos károkat okoz Magyarországnak. És bocsánat, ha még egy szót megengedsz, hogy itt most nagyon sok szubsztantív kritikája elhangzott, tartalmi kritikája elhangzott a rendszerváltás folyamatának, meg az egyes elemeinek is, de szerintem az is egy fontos szempont ilyen emlékezetkutatói kifejezéssel élve, hogy szerintem a rendszerváltás maga az használható múlt, tehát hogy lehet belőle tanulni, nem a politikai programját átemelni a 2000-es évekre, hanem mint szellemi örökségként egyébként szerintem fontos tanulságokkal szolgálhat. Ugye többek között az egyik ilyen fontos tanulság számomra, hogy akármit is gondolunk mindenről tartalmilag, azért azok az emberek, néztük ugye egész héten, hogy milyen sokszínű heterogén társaság volt, akik a rendszerváltás kapujáig az állampárttal szemben álltak, a személyes egzisztenciájukat kockáztatva, azok személyesen számomra például nagyon fontos erkölcsi üzenetet is hordoznak azzal kapcsolatban, hogy azoknak, akik megengedhetik, vannak olyan privilegizált helyzetben, hogy megengedhetik, hogy szemben álljanak mondjuk az elnyomó hatalommal, azoknak azért köszönettel tartozunk, miközben tudjuk azt, hogy nagyon sok ember Magyarországon, és ez így volt a 80-as években is, egész egyszerűen nem engedheti meg, hogy hát ilyenfajta tevékenységet végezzem. Egy kérdést engedj meg, mert érdekel a véleményed, hogy nincs-e arról szó esetleg a 2010 utáni NER dominancia kapcsán, hogy egész egyszerűen a választók úgy ítélték meg, hogy a 2010 előtti pluralizmus az csak egy látszólagos pluralizmus volt, és nem voltak valójában olyan alternatívák, amelyek között ténylegesen lehetett volna elköteleződni ilyen vagy olyan ideológia mentén. Tehát, hogy mivel nagyjából gazdaságpolitikai szempontból nem voltak markáns különbségek a versenyző felek között, ezért a magyar választó leegyszerűsítette ezt a képletet, és azt mondta, hogy akkor ebből a szempontból a legorganizáltabb, a legjobb körvonalakkal rendelkező, a leginkább megérthető verzió uralkodjon, és kapja meg minden hatalmat, és innentől kezdve hagyják őt békén. Tehát nincs ebben egyfajta bölcsesség a magyar választó részéről, hogyha nem alakult ki egy versengő pártelit, akkor egész egyszerűen eldönti ezt a helyzetet, és feloldja ezt a látszólagos pluralizmust, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor így nézzen ki a hatalom gyakorlás, és akkor mindenki pontosan tisztában lehet valójában azzal, hogy kinél van a felelősség. Nincs el mögött egy ilyen motívum, hogy 2010 után zsinórban háromszor tudott, mindenfajta egyéb rendszer, hogy mondjam én, specifikum mellett, de mégiscsak háromszor alkotmányozott többséget szerezni a Fidesz. Hát ez egy empirikus kérdés, ugye, hogy miért szavaznak az emberek egy adott pártra. Azt látjuk egyébként, hogy ott a 2000-es évek végén ugye a különböző ilyen bizalomadatok azok nagyon, nagyon súlyosan megcsúsztak. A külön intézményekbe vetett bizalom, pártokba vetett bizalom, rendőrségbe, mindenbe vetett bizalom az egy elég súlyos mélyponton volt a 2000-es éveknek a végén a különböző válságok miatt. Nekem egyébként személyesen nem az volt a tapasztalatom, hogy úgy nézett ki, mintha a pártok nagyon homogének lennének. Én arra emlékszem, hogy a különböző vélt vagy valós mondva csinált, vagy kommunikációs okokból ilyen kirobbantott viták, például ugye az MSZP-SZDSZ koalíción belül, azok abszolút dominálták a közbeszédet, és meg is bénították tulajdonképpen a kormányzást, a különböző ilyen reformviták. Nekem ez az utolsó NER előtti emlékem. Csak hogy ezek inkább voltak kulturális sajátosságok, vagy kulturális emberkedések pártok között, ami nagyon kevés érinthette egyébként a társadalom többségét. Úgyhogy most fordulnánk is Andráshoz, és kérdezném tőled, hogy ugye te utaltál arra, hogy a 30 év során igazából egyetlen egy erő sem volt, ami megvalósította volna a jóléti rendszerváltás ígéretét, vagy ott esetben programját. Áll-e mögött egyébként egy olyan felismerés a választónak, hogy egyébként ez a fajta versengő pártétek közötti párharc, ez igazából nem is fog semmi fajta érdemi előrelépést nyújtani a választónak
saját magára vonatkoztatva, van-e esetleg a NER sikere mögött egy ilyen felismerés szerinted? Én inkább azt érzékelem, hogy az elmúlt 10 évben ugyanúgy ott van a fű alatt ez a típusú szociális és jóléti elégedetlenség a mindenkori hatalommal. És ezért is gondolom azt, hogyha itt lesz egy konszenzusos politika, mert Zsófival teljesen egyetértek, hogy egyébként elég fontos lenne ezúttal is sokszínű ellenzék részéről, hogyha a várhatóan megvalósuló közös fellépésnek megtalálnák a közös tartalmi pontjait. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy ez a fajta baloldali gazdaságpolitikai és a jóléti deficitet orvosló politika, a társadalmi mobilitást felerősítő politika, az egy komoly ellenpontja tud lenni annak a 10 évnek, nem csak úgy általában a rendszerváltás utáni időszaknak, hanem kifejezetten a NER 10 évének, és én arra számítok, hogy ez a fajta politika, ez akárki fogjon össze, ez benne lesz a csomagban. De természetesen nem csak ezek a dolgok lehetnek benne, általában véve is azt gondolom, hogy fontos az, hogy 1990-nel szemben most világos legyen, hogyha egyszer lesz egy váltás, hogy mi fog következni ezután, mi az alternatíva tartalmiért is. Nem biztos, hogy ez a tartalmi alternatíva fogja eldönteni a választást, de a későbbi legitimáció szempontjából szerintem nagyon fontos, hogy majd látszódjon, hogy ez a Orbáni 10 évhez képest ez egy szabadabb, ez egy szociálisan érzékenyebb, ez egy zöldebb és egy európaibb alternatíva. Most így 4 szóba talán így tudnám összefoglalni, amiben egyébként most már így nem nagyon látom, hogy miért ne értene mindenki egyet a Momentumtól a DK-ig, meg a Jobbiktól az LMP-ig. Köszönöm szépen. Péter, szerinted mit lehetnek ezek a tartalmi minimumok? Ha igazából tudnám, akkor nem krónikása lennék a politikának, hanem csinálója. Azt inkább sajnos csak a dilemmát tudom nagyon egyszerűen összefoglalni. A mostani hatalom, tehát a mostani kormánynak az a története, hogyha egy mondatba akarom összefoglalni, hogy az ostromlott várat védő erős kéz. Bántanak minket, támadnak minket a rezsi, a migránsok, az IMF, a Soros György, a gyöngyöspatai cigányok, akárkik, de mi segítő erős kezet nyújtunk, megvédünk benneteket, biztonságot adunk, és ezért cserébe ti elnézitek azt, hogyha egy kicsit többet rakunk félre a közösből, mint ami mondjuk jutányos lenne. Vagy mint ami egy normális rendszerben járna. És ez a társadalmi alkú, a társadalmi, én nem vagyok benne biztos, hogy a többségével, de egy jól mozgósítható egységes tömbjével működik. Ehelyett kellene egy új ajánlatot tenni, ami nem tudom, hogy mint tud alapulni, mert ez az ajánlat, ez láthatóan jól megfogta a magyar társadalom egy részének az érzékenységét, és nem tudom, hogy lehet-e egy, tehát ez egy erőn alapuló üzenet, ami nagyon szorosan kötődik a vezérhez és az ő kultuszához. Nyilván egy sokszínű, koalíciós, egymással is versengő és egymást valójában zsigerből gyűlölő társaságnál ez sokkal-sokkal nehezebb, sőt irreális, hogy egy vezért állítsanak a mostani vezérrel szemben. Tehát nem csak egy teljesen új üzenetet kell kitalálni, hanem egy teljesen új hierarchikus rendszert. És hogy ez mi lehet? Hát én úgy látom, hogy egyelőre ők se jöttek rá, és én sem vagyok okosabb azért náluk. És akkor egy záró kérdésként engedjetek meg egy felvetést. Ugye az Orbáni eléggé pervers társadalompolitikának a munkaalapú társadalom volt az alapja, ami akkor nem biztosítja a megélhetést nagyon széles tömegek számára. A munka lehetőségét igen, bár kérdésénként milyen munkának lehet tekinteni azt, ami nagyjából semmilyen értéket nem termel, és semmifajta önbecsülést sem ad a munka elvégzőjének.
Ugye pont most a válság kapcsán lehet azt látni, hogy nagyon sokan várták volna, hogy valamilyen módon az Orbán kormány is enged ebből a doktrinál magatartásából, és követi akár Boris Johnson, akár más jobboldali vezetőknek a engedékenységét, és ő maga is direkt készpénz transferekkel megpróbál segíteni a most megélhetésüket még jobban elvesztők számára. Semmilyen megfontolás nem látszik, hogy szerepet játszana most a politikájukban, vagy a gondolkodásukban. Látszik, hogy ugyanazzal a társadalmi politikával próbálják túlvészelni ezt a válságot, mint amit a válság előtt gyakoroltak. Éppen ezért kérdezném tőletek azt, hogy látok-e bármi esélyt arra, hogy ha az Orbánék ebben kitartanak, ezt az ellenzék képes lehet megkapargatni, képes lehet egy ezzel ellenkező alternatívát állítani az állampolgárok szemé, és képes lehet ehhez többséget szerezni. Tehát nem történt-e meg az elmúlt 10 évben, hogy gyakorlatilag a NER teljesen elvette az állampolgárokat arról, hogy bármilyen téren is jóléti elvárásokat támasszanak a kormányzattal, az állammal szemben. Hiszen látjuk, hogy nem veri ki a biztosítékot a kórházak rémületes állapota, nem veri ki a biztosítékot az iskoláknak az elképesztő lezülesztése, és most, bár nyilván kijárási korlátozások voltak, nem lehetett tüntetni, de nem látszik, hogy kifejezetten ezek a jólételenes intézkedések, vagy ezeknek a megtagadása, ez bármilyen módon is megrengetni Orbán Viktor népszerűségét. Tehát lehet egyébként tényleg egy gazdasági ajánlata az ellenzéknek versenyelőre szert tennie az kormányzattal szemben, vagy pedig az, hogy erre a magyar társadalom az elmúlt 10 évben szisztematikusan immunissá lett téve Orbán Viktor által, és egész egyszerűen nem tűnik kivitelezhető, nem tűnik valószínűnek, hogyha egy új kormányzat lenne, akkor ténylegesen javítana a magyar állampolgárok anyagi helyzetén széles körben. És akkor a megszólás lehetősége az Andrástól tartson a Péter felé, elsőként Andrásnál a szó. Én úgy látom, hogy ha itt Orbán Viktor továbbra is doktriner magatartást mutat ebben, akkor a következő 1-2 évben ezzel okozhatja magának a legnagyobb politikai rizikót. Ezt nem állítom, hogy ez azt is jelenti, hogy törvényszerűen bezuhanna a Fidesz támogatottsága, mert ilyen spekulációkban nyilván nem mennék bele, de azt gondolom, hogy pontosan a gyenge pontjára tapint ez a válság az orbáni kormányzásnak. Tehát pontosan azokat a dolgokat állítja a figyelem középpontjába, amelyeket egyébként az emberek az elmúlt 10 év legnagyobb hiányosságainak tartanak. És éppen ezért, hogyha itt milliók érezhetik úgy 2022-ig, hogy a saját személyes anyagi lehetőségeik, vagy munkalehetőségeik romlanak, és a kormány ennek a javítása érdekében nem tud kínálni semmit, csak azt, hogy katonának, ennyire közmunkásnak, az azt gondolom, hogy egy politikai rizikó, és abban mindenképpen van az ellenzéki pártok számára lehetőség és muníció. Itt persze nagyon sok minden korlátozza azt, hogy az ellenzék mennyire tud erőteljesen fellépni ebben az időszakban. Ideológiai szinten természetesen ez egy jó támadási felület, de én nem becsülném le azokat a lépéseket, amelyekkel Orbán Viktor és a Fidesz a járvány alatt is próbálja romba dönteni az ellenzéknek az építkezési lehetőségeit, gondoljunk a pártok támogatásának az elvételéről, vagy az önkormányzatok sanyargatásáról. Az önkormányzatokat azért emelném külön ki, mert az lenne pont a helyi szintű válságkezelési alternatíváknak a terepe. Tehát igazából nyilván a 6. kerülettől kezdve Szeged városáig lehetne bemutatni, meg a várban láttuk az alapjövedelem kezdeményezést, tehát lehetne, hogyha lenne pénzük és lenne mozgásterük, lehetne ellenpontozni azt, hogy máshogy is lehet kezelni ezt a válságot, nem csak olyan doktriner módon, mint ahogy azt Orbán Viktor megteszi. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 hónapban látott kormányzati tendenciák pont arról szólnak, hogy ezt a fajta ellenzéki alternatíva építést ezt próbálják a minimumra redukálni, és csak azt elérni, hogy az önkormányzatok el tudjanak ketyegni egy nulla szinten, de hogy már ellenzéki alternatívát is tudjanak építeni, és ezt szakpolitikai intézkedésekkel is alá tudják támasztani, erre már ne legyen elég pénzük. Köszönöm szépen, Zsófi! Egyébként ez egy létező populista gyakorlat, tehát hogy ők nem annyira, tehát pont ez a cél, ugye, hogy a gazdasági törésvonalakat írjuk felül, és ilyen kulturális vitáink legyenek, tehát hogy migránsokról beszéljünk, más témákról beszéljünk, nem a kedvence az Orbánéknak az ilyen típusú intézkedések, éppen azért egyébként már nincsen igazat, tehát a választók nem immunisak a jóléti kérdésekre korántsem, hanem itt megint az van, meg tudom magam ismételni,
hogy hát itt kínálati oldalon van a probléma. Tehát a választók valószínűleg szívesebben szavaznak olyan pártra, amelyik garantálja nekik azt, hogy még egyszer olyan nem fordul elő, hogy egészségügyi dolgozók, frontvonalban dolgozók ilyen helyzetbe kerüljenek, mint amilyen helyzetben most kerültek. Erre az esély ugye most nagyobb, mint korábban volt. Nem arról van szó, hogy a társadalomra kell ilyenkor szomorú szemmel tekintenünk, hogy ne lennének érzékenyek ezekre a kérdésekre, nem a pártokra kell szomorú szemmel tekintenünk, meg kicsit feddő szemmel tekintenünk ebben az esetben. Köszönöm szépen. Péter? Az alapkérdés az, hogy tényleg mennyien, hányan recsennek meg személyes életükben, egzisztenciális helyzetükben a bontakozó gazdasági válságban. Ebből a szempontból elég borulátóak az összeurópai jóslatok, és egész optimisták a magyar kormányzati jóslatok. Amennyiben nagyon sok ember lesz dühös és indulatos, az nyilvánvalóan egy lehetőséget jelent az ellenzék számára, de én azt gondolom, hogy itt nem gazdasági ígéretek lesznek azok, amik hathatnak, hiszen ezeket eljuttatni, elmagyarázni pláne nehéz, de még inkább nehéz azt elhitetni az emberekkel, hogy ezek tényleg megcsinálhatják, hiszen most már 10 éve az vagyunk szokva, hogy ők nem tudnak csinálni semmit sajnos. Tehát az lesz itt a fő kérdés, hogy ezt a dühöt, ezt az indulatot, ezt a frusztrációt, ami kialakulhat a társadalom szélesebb rétegeiben, ezt ki fogja tudni kezelni, és ki hogyan tudja becsatornázni. Az ellenzék számára itt egy... nem szívesen használom ezt a szót egyébként, de egy forradalmi szervezkedés, vagy egy utcai tömegmozgalom megteremtése lenne egy kiugrási lehetőség. A kormányzat szerintem már most készül arra, hogy ezt a helyzetet kommunikációsan, politikailag, és ne gazdasági, szociális megoldásokkal kezelje. A kormányzatnak az a célja, hogy ezeket az indulatokat magáról elterelve mások elleni feszültségbe tolja, és abban a mások elleni harcban segítő kezet nyújtson az elégedetteknek, és ezzel egy teljesen más politikai térbe helyezze a frusztráció valódi okát. És ebben irgalmatlanul nagy erőfölényben van egyébként a kormány, szervezési lehetőségileg, kommunikációs téren, főleg azokhoz az emberekhez való hozzáférés terében, akik leginkább érintettjei lehetnek a várható elszegényedésnek, úgyhogy én nem vagyok nagyon optimista, vagy nem is tudom, hogy ez jó szó, hogy optimista, nem nagyon látom azt, hogy ezt az ellenzék ki tudja-e használni ahhoz mérten, hogy ez mekkora esélyt jelenthet nekik, de hát majd meglátjuk. Én magam részéről csak annyit tudok hozzátenni, hogy egy ilyen ellenzéki tömegmozgalomnak a megjelenését én is csak várni tudom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, a műsorunknak a végére értünk. Köszönöm szépen Magyari Péternek, Nagy Zsófiának és Bíró Nagy Andrásnak, hogy itt voltatok velünk és elmondtátok a gondolataitokat. Köszönöm szépen a részvételeteket. Köszönjük. Minden jót, sziasztok. Ez volt mára tehát a Partizán társalgó, de a Partizán nem búcsúzik még el a hétre. Holnap érkezik a hét vitája, amelyben a vitázó felek Kemény Bence, illetve Kádár Barnabás lesznek, az egyikük a Szabad Budapest aktivistája, a másikuk a Momentum politikusa. Két olyan közéleti személyiség, akik már a rendszerváltás után születtek, tehát úgy is lehetne fogalmaznom egy kicsit blikfangosabban, hogy a rendszerváltás gyermekei fognak holnap összecsapni a rendszerváltás értelmezéséről. Vasárnap érkezik hozzánk Sipos Balázs, és folytatjuk David Foster Wallace Végtelen tréfa című kötetének a közös olvasását. Balázs ugye az egyik fordítója a kötetnek, ez már egy hagyomány nálunk. Vasárnap folytatódik tehát a könyvklub. Jövő héten pedig újra érkezik a Partizán, hétfőn egy dokumentumfilmmel készülünk nektek, amelyben a Gödi Samsung gyár kálváriáját mutatjuk be, pontosabban azt, hogy a gyár hogyan próbálkozik egyébként minél nagyobb területet kihasítani a városból, és hogyan szervezi az egyébként kiemelkedően környezetpusztító tevékenységét a lakosok félelmei ellenére, és hogyan nem próbálkozik azzal, hogy valamilyen módon megfelelő információkat, illetve biztosítékokat adjon arra vonatkozóan, hogy Göd
nem válik egy szélsőségesen szennyezett területté a gyár működésének következtében. Kettől kezdődően pedig indul a Trianon 100. évfordulója kapcsán szervezett minisorozatunk, amelyben történészeket, politológusokat és nagyon sok más közéleti személyiséget hívtunk el mindenféle oldaláról a politikai spektrumnak, pont azért, hogy széles és átfogó képet kapjunk arról, hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes gondolkodnunk Trianon 100. évfordulója kapcsán a nemzeti önrendelkezésről, Magyarország régiós szerepéről, az etnikai együttműködésekről és egy sor más ehhez kapcsolódó kérdésről. Tehát azt gondolom, hogy érdemes lesz a jövő héten is velünk tartanatok. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt a komment szekcióban azt tedd fel, iratkozz a csatornára, gyere a Facebook oldalunkra, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van rá lehetőséged, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét szintén megtalálod itt lent a leírásban. Munkatársaim, nagyon köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.